szerintem ugye jól kezdtünk végre, így a harmadik meccsre sikerült egy jó kezdést csinálnunk, és utána szerintem egy kicsit beleültünk a meccsbe, úgy gondoltuk, hogy jó, ez akkor megvan, de ez így meg is mutatta, hogy ezt nem szabad csinálnunk, főleg, hogyha jön a világbajnokság, hanem ugyanúgy mennünk kell tovább, és nem szabad levenni a lábunkat a gázpedálról. És hát aztán ugye nagy karaktert mutattatok a végén, hiszen sikerült két gólos hátrányból egyenlíteni. Mi volt a legfontosabb, a szív itt előre, vagy az kicsit rendezni kellett a fejeket? Hát szerintem mi mindig szeretjük így egy kicsit izgalmasra tenni a meccseinket. Úgy gondolom, hogy ilyen helyzetekben, amikor hátrányból kell így utolsó pillanatokban felállni, az a lényeg, hogy egy csapatként összejöjjünk, és tényleg ne önzősködjünk, ne akarjuk egyedül megoldani az egész meccset. Ezt ma is megmutattuk, teljesen jó csapatként játszottunk, úgyhogy örülök, hogy vissza tudtunk jönni. Egész tornát összességében olyan milyenek értékeled? Nyilván az első helyet nem kell magyarázni, de szerinted hány százalékon pörögtetek, vagy mik azok a részek, amiben még javulni kell azért? Hát ez nehéz ezt a tornát értékelni. Szerintem abból nagyon jó volt, hogy végre a norvégokkal is tudtunk játszani, és megnézni, hogy milyen stílusban játszanak. Ez nekünk egy nagyon jó dolog volt, mert ők fizikálisabb hokit játszanak, és így rájöttünk, hogy nekünk gyorsabban kell mozgatni a korongot, és tényleg nekünk is jobban kell játszanunk ahhoz, hogy sikeresek legyünk a VB-n, úgyhogy szerintem ez egy jó utolsó négy nemzet torna volt a VB előtt.